2020-as évét tekintve azt mondhatjuk, hogy sikeres és eredményes évünk volt. A Gyulai Várszínház idei tavaszi és őszi évada során is két-két hónap zárva tartásra kényszerült, legutóbb márciusban és áprilisban, jelenleg pedig az év végéhez közeledve már több hete nincsenek előadások. Egészen pontosan színpadi előadások. A teátrum ebben az időszakban online szórakoztatja a közönséget. Korábban Gyulán játszódó darabokat tekinthetnek meg az érdeklődők. Elek Tibor igazgató a pozitív eredményekre rámutatva foglalta össze az idei év történéseit. A nyári évad programsorozata során több teltházas rendezvényt bonyolítottak le. A szakmai oldal mellett pedig infrastruktúrális szempontból is fejlődött a színház sikeres pályázatok eredményeként. Hátsó bejárata ennek a igazgatósági épületnek azt le tudtuk kövezni még évelején. Aztán ugye a Várszínház színpadát, nézőterét gyakorlatilag teljes mértékig ki tudtuk cserélni a pályázati támogatás eredményeképpen már az évad kezdetére. Itt az önkormányzat segítségével, az önkormányzat pályázott tulajdonképpen a mi terveink alapján, és most ősszel pedig még a székek cseréjét is meg tudtuk oldani egy saját pályázat eredményeképpen. Tehát azt mondhatom, hogy ott a várban 60-65 millió forintot legalább beruháztunk a színpadra, a nézőtérre, a székek cseréjére. A nézői szokások terén jelentős változásról nem lehet beszámolni. A tavaszi leállás után pedig a közönség is megmutatta az előadások iránti megnövekedett igényt. A főszezonban egy korlátozás sem nehezítette a programok lebonyolítását, ennek köszönhetően lehetett minden nehézség ellenére is sikeres a 2020-as esztendő. Kis tavaszi leállás kamaratermi programok elmaradása után a nyári programot meg tudtuk tartani. Ott gyakorlatilag 4 határon túli előadásról kellett lemondanunk, de vagy 44-et ettől függetlenül megtartottunk már az összprogramban, és köztük volt 14 határon túli is. Úgyhogy még ezt sem éreztük meg, ezt a kényszerű 4 előadásnak a kimaradását. És hát nagyon fontos volt az, hogy sok bemutatónk volt, talán ilyen sok bemutatója sose volt a Várszínháznak. A Várszínháznál már javában dolgoznak a következő évadon, azt azonban még nehéz megjósolni, hogy a színházak mikor nyithatnak ki újra.